egész döbbenetes hatással volt rám. Nincs is annál jobb érzés, mint a kampánypénzt az utcára szórni. Tulajdonképpen függőséget okoz. Szórni a kampánypénzt, csak szórni, szagolni az illatát. Még a vibrátort is használhattam ott az út közepén, úgyhogy csodálatos érzés volt. Ez az első alkalom, hogy kocsúzok, de nagyon élvezem, mert végre csinálok valamit. Ez itt például egy Chanel modell. Megmutatom, így a hátamon van a jelzés. Én az aszfaltozoológus híradást szoktam követni. És akkor lehet itt egy ilyen patenttal nyitni, zárni. Azt mondták, hogy most van a kátyúmadarak fészkelési idénye. Hogyha lenne most rajtam egy csipkés blúz, ilyen galléros. Ki tudnám lepni, de sajnos, hogy nem számítottam a riportra, és ezért csak egy ilyen otthonszában. Nem láttam most egyetlen kátyúmadarat se. Közben így lapos lett az út, szerintem elijesztettük őket. Kátyúmadar, kátyúmadar, tőled gödrös itt a határ. Nem jársz te már fönn az égbe, hanem aszfalt közepibe. Ott a gödör, most hajtok rá, de fönn magasról tehesznek rá. Ha észre nem vettem volna, a bokám kitörhettem volna. Eddig bírta az aszfaltunk, elvégeztük a dolgunkat, itt a Mixelt utcában fejeztük be. Hát az átadást azt majd átengedjük azoknak, akiknek az a dolga. Sziasztok! Arra ne légyél!